Elnézést, csak éppen a... Omlott elnézést. Vissza is jöttem. Nézést kérek még egyszer. Nem áll, csak valamiképpen átlógódtam ebbe, és összeomlott a OBS-em. Semmi bű. Csinálok, majd gondolkoztam, hogy majd vagy a stream után külön a végén csinálok, na és aztán majd levágom, vagy pedig holnap munka előtt főgyövök egy ilyen pár percre, és csinálok ilyen külön egy ilyen buildet, ilyen build és egy ilyen fél órás, vagy attól függ, hogy mennyi, és akkor abba elmondom a buildet, a talentos, stb. Szóval szerintem fogok mindenképpen csinálni ilyet akkor. Aj, francokat, ez nem így terveztem, elnézést még egyszer. Elnézést kérek még egyszer, ezt nem így akartam tervezni. Szerintem akkor fogok csinálni ezt a Pidit, és akkor fölrakom YouTube-ra mindenképpen. Egyszerűen OBS nekem lát, semmi bű. Átlogultam már másik karakteres buff. Mondom, ez még mi a... idegesítő. Pist. Ebből majd... Hát, hogy akkor ez. Hát, hogy majd ránézek a dolgokra. Melyik volna jó, poizonos vagy nem poizonos. Ja.
Vannak. Az rám esett.
Azaz. Egyel több, igen.
Nézem azt a poison, csak megnézem azt, hogyha nem smakol, akkor szedem ki. Kaptunk egy gyűrűt. Ez a legendary. Én nem trappozok, szóval az oly mindegy. Maximum life-ra arra jó, de... Poison damage. Poison-t azt használom. Poisonos, hogy... Szerintem nem smakkoltam ez a poison. Nem tetszik. De van cold damage is. Cold, igen. Igen. Gyasztás. Nem tudom. Én most erre akkor. Jajajaj, de aztán lehet, hogy majd behozzák majd. Szerintem be fogják hozni, ahogyha sokan fogják nekik emlegetni, szerintem biztos be fogják hozni. Engem mostan az se az fél, hogy a streamen beizét beszaródott. Takarítanom kell a gépet. Na most ez a rúgó kezdett tetszeni. Próbálok arra figyelni, hogy mindig jobb legyen, valami mindig közbeszól a stream. Igyekszik minden jobb minőséget adni, de mindig valami közbeszól.
Jaj, azt már nyomtam. Gyere, bossz, nézzük meg. Az. De szerintem úgyis... Mindjárt pillanat. Szerintem megcsinálom azt ott, hogy innen kilépek. Megcsinálom a izét a... A nekroraja buildet. Vagy ahogy elmondom. És akkor... Szerintem... Ennyi lesz már a pillanat. Átlóglok a nekróra. Remélem nem dob ki engem, és akkor az, amit szólt te is, mondtak, hogy csinálok egy ilyen kisebb videót, és akkor ez lesz egy ilyen, nem tudom, fél órás, vagy mennyi, és akkor... Ide. Ugye? Nos, kacak pillanat, mindjárt mutatok nektek egy összeállítást a Bone Stormról. Párról említettétek, csináljak belőle videót. Soulbinder bácsi mondta. Na! Szóval lássátok, nem lássátok, pillanat mindjárt. Pár hulla. Keresünk pár hullát. Jó van, az robban. Ne van, gyertek el onnan. Na. Most köszönjük, én nálom a csontos buildet, bone buildet, summoner buildet, a warriorokra, a vágósokra és a golemra. Látosátok, ugyebár én erre a kettőre mindenképpen rákalendítottam. Ez a egyik spece, második lesz majd a... Vagyis ugye első fősz... Fő buildem a Bone Storm, aztán a golem a... Vagyis ha ugye a golemra fogok főleg
bildelni. Bonestorm, azért is a Bonestormot választottam, mert a Bonestorm az eleve rajkad is van, és a Golemon is van, szóval dupla sebzést. Aztán majd mindjárt rátérek a Bonestormra. Az, aki a Bont szeretné húzni, ezt a kettőt mindenképpen talentú tudja ki maximumra. Skeleton Magicnek több legyen a élete, van még a Dinige. Közeliliáknak sokkal a nagyobb Dimizset adjunk, ha ugyebár a Bonestorma Torn nagyobb sebzésre. Én erre nyomtam, sokan erre a Blood Mistre, hogy immunis legyen, én inkább a dotokra megyek, mert eleve Shadow Dimizset ad, de viszont ha te rányomsz a Shadow Dimizsre, hogy nagyobbat fogsz a Shadow dolgokra sebezni, akkor erre eleve nagyot fogsz, de hogyha még kibildeléd, ott a lássátok a Curbs-e, vagy a Darkness-re rakó, mindjárt mutatom így, hogy lássátok. Shadow Damage-et, szóval eleve 12,6%-a sokat, nagyobbat fog nekem a Curse Explosion sebezni, mint amúgy is. Nézzük. Amit mondja. Core Skill. Mindjárt mutatom. Core Skill 15,4%-a nagyobbat fogok sebezni ezekre. Az, amit mondtam. Szóval én a Bone Spear-re mentem, és a Bone Storm-ra, így a varázslatoknál, a többiné, a Golemra és a Summonerokra mentem eleve. Nálom már ugyebár, ha megnézitek, 6 és 5 Summoner van, 5 a Mágus Bú, 6 a Warrior Bú. Kettőben több, mint a kettőnél. Na, nálam a ruhába a Bone Spear, ugyebár az, amit láttok, robban. Eleve abba a irányba, ahová elküldöm, fogom. Akkor így lássátok, akkor ez területizik, és a rohadt nagyot sebez is. Automatikusan 723 sebzést ad. De viszont nekem a pálcám, ha valakit elalálok Bone Spear-rel, akkor eleve 50%-a nagyobbat sebzik, 1,5 másodpercig, és rak rá ezt a vulnerable-t. De állom, ugyebár a Bone Splitter is abban a vulnerable-ből grittel, de viszont eszenciát is gyorsabban kapom vissza. Szóval azért is ezt a kettőt szokom kombinálni. Na. Megyünk tovább. Látosátok itten, hogy a Mágus Bú kettővel többek tudok szumonálni. Ezáltal nálom nem 3 lesz, hanem 5. A mágusokra arra is majd külön-külön majd rátérek. Maximum Life, Shadow Resistance, Bone Skill, itt is, ahogyha lássátok, az összes Bone Skill-re nagyobbat sebzik. Bone Skill. Lássátok? Bone Skill. Bone. Erre. És erre. Szóval összes, mondjuk úgy csontos a Bone. Összesre 4,5%-a többet damage-elek, és a summonerok is sokkal többet damage-elnek. Gatya.
Hogyha héttel több minionom van, akkor edukálják a sebzést, életet töltök vissza, és több a életem, ezáltal jobban bírom a dolgot. Ez mind a én enyém, szóval vannak rajtam kívül ezer más bildek, stb. Csak sokszor hallom, és ha hallom most is, hogy a nekro gyenge, nem gyenge, csak nagyon sokat tesz a összeállításod. Tipőnél megnézitek a Warriors Skeletorok 2-vel több, szóval a Warriorbú nem 4 van, hanem 6. És itten megnézitek 4,5%-a kevesebb a eszencia használatom, az ami nagyon sokat tesz. Itten, hogyha megnézitek a Chorus Killer-re kapok, azaz a Spear, a Ultim, a Bone Stormom 14%-a sokkal nagyobb. És az, amit ajánlatok, hogy a fegyverbe rakjatok, ha nektek ez a Bone Spear-es buildetek van, és megkapjátok ezt, tehát hogy a Bone Spear vulnerable van, hogyha megütöd, akkor az kijelzi egy ilyen lilávú, akkor rakadok bele zöld gyöngyöt, mert akkor 9%-a nagyobbat sebeztek minden erre a vulnerable, vagy hogyan mondják. Aztán menjünk a nyakláncra. Nyakláncra, majd a willpowerekre is majd rám egyek külön meg a dolgokra. Shadow damage-em nagyobb. Na, itten, ha hogyha megnézitek a skeleton mágusai, nekem jegesek. Azért is jegesek, mert fagyaszták a ellentelet, fagyasztják a kisebb bosszokot, és nálom arra van gyúrva, hogy a fagyasztásra is kritteljek, szóval ezáltal dupla kritén van a bondra is, fagyasztása is, shadowra is, attól függ, hogy a úgy szokom legtöbbször, hogyha most sikerül, hogy a van ott körülötte hullam, főrobbantom, le is fagy, még meg is lövöm egy bone varázslattal, akkor háromszor rákrittel, szóval nagyon nagy sebzés ki lehet így hozni, azért is inkább területizek sokszor. A mágusok ilyen blizzardot raknak és területiznek, és elég nagy sebzés adnak, és abban is fagyasztanak. Állom a gyűrűbe minden egyes kickass rájuk a bone skillekre, és regenerálják a eszenciát. Szóval ezáltal nekem jobban töltődik is vissza. És ha megnézitek, 7,7%-kal több damage-et rakok rá, ha le vannak agyasztva a cold damage. A táboboliakra 16,8%-kal nagyobbat sebzik, és ott is lelek fölül lássátok a vulnerable, szóval amint a vagy a Bone Spear, vagy a Bone Split eltalál egy ember, automatikusan rárakja ezt a vulnerable-t, és akkor itten, ahogyan van, 16,8%-a még sebzem. A utolsó gyűrűm, az pedig ez a legfontosabb, a Bone Stormra, azt, amit mondtam, hogy arra bildeltem, 7,2 másodperce tovább tart, ha van lent 8 hulla, azt ott fölszedés, és akkor 7,2 másodperce tovább tart, szóval a golemon is, és rajtad is. Itt is a minionoknak több a életje, szóval, és a armorra, főleg a armorra tudok húzni, mert ugyebár automatikusan rád futnak a mobok. Na, és a másik kezemben még az skeleton, nagyobbat ütnek. Na, de viszont sokan kétkezeset használnak. Lehet, hogy a kétkezes nagyobbat sebez még minden,
De viszont, ha van két ilyen önállód, például van egy vandod és van egy könyved vagy egy páncéd a másik felén, akkor ha megnézitek két legendary aspektot is ki tudtok egyszerre használni. De ez az én buildem és az én látásom, ez nem azt mondom, hogy ez a legjobb, mert nincs legjobb, ez emberfüggő. Ha neki a vérmágia fog menni, akkor az arra fog. Na, aztán az, amit mondtam, hogy a willpower, stb. Rámegyünk a paragonra. Azért is mondtam nektek azt, hogy a willpower-ra nyomok, mert mindjárt mondom damage. Nagyobb a damage-elek. Ha megnézitek, 160 willpower-nak kell legyen, ott azt a maximum damage-et megkapjad. Ha kevesebb van, nem fogsz kapni 20%-ot, hanem csak fogsz kapni például 7%-ot. Ezekre is kell figyelni, hogy mit, hogyan a ruha is adja, és ezek a talentok is azt, amit kitalentulsz. Na és itten térünk rá a golem buildemre. Nálom a golem buildem van. Automatikusan mindjárt mutatom. Ezután itt most ki kellett volna raknom a összes willpower-t, stb. Na de mindegy. Itten nekem a golemom 16,2%-a nagyobbat sebez. De viszont nekem a glippem az 2-es levelű. A glippet a Nightmare Dungeon-okba tudjátok húzni. Minden nagyobb Nightmare a dungeonben mentek, annál több XP-t kaptok rá. Na, az, amit akartam mondani, mindjárt. Én ugyebár a Wild és a Intellectre fogok nyomni, mert nem mutatom. Oké, és rendben, köszi szépen, hogy itt voltál, és köszönöm szépen még egyszer, hogy szóltál, hogy csinálj róla egy videót. Jaj, én is azért mondtam, hogy akkor már csinálok egy videót, mert ha ugyebár beszorult a OBB, és akkor ebben így lesz egy rendes játszásom, és egy ilyen kisebb az, ami a buildről szól. Nagyon szépen köszönöm, még egyszer szól. Na és akkor itten fogok én a gólemra menni. Itten ezt eddig tudjátok forgatni. Én erre akarok rámenni, hogy nagy damage és nagy gyorsaságo legyen. Szia, jó éjszakát! Fogom, megfordítom a rotation-nel, és automatikusan innen fogok így lefele menni. Na de! Elnézést, erre akartam rámenni. Na, azért is fogok én erre rámenni, mert nagy a damage, nagy a élete. Erre is majd mindjárt kitérek. Kül hozzá, ott a lássátok 350 wipepower és 480 intelligencia. Na de, ezt majd összehozom itten. De viszont én ezen kívül erre is akarok rámenni. Azért is mentem rá, hogy maximum life, mindjárt mondom, mert ha ezt a kitalentulod, akkor a gólemod nagyobb a life, jó? Viszont nagyobbat sebez. Szóval ezért is én a gólem buildre fogok menni. Itten ebbe még a mágust fogom majd felerősíteni. Szóval én jobban én a Golem buildre fogok menni, sokkal jobban, mindig nagyobbat sebezzem, mert a vas gólemom van, és a vas gólemnak annyival jobb a képessége mind a kettőtű, hogy nagyobb
sebzése van a vavasnak, mert egy ilyen területit lecsap a földre, és mindenkit stannol. Szóval én tudok fagyasztani, és stannolni, és itt jön a másik, nekem ott van a stanra is, nem tudom, hogy nagyobbat kritelek, hogyha stannolódva van. Szóval a fagyasztása, és a stanra is sokkal a nagyobbat sebzek. Szóval én nálam a Golem Bead lesz majd a erő. Piper Hold, hogy fagyasztjon, és a vas golem. Karakterom még így néz ki. Attack Power 3112, Armor 23, Life 2230. Strength Life. Stattok. Critical Strike-om fele. Szóval nagyon nagyot szemkelek a kritre, mert hát ugyebár mindig nagyobbat kritelek, nekem az annál jobb. Itten a közelire nem rakok, csak azért is, mert én távolról lövődözök. Szóval Shadow azt, amit mondtam, Kóre. A Summoneroknak. Nos, ha megnézed a Golemnak, 103. Mágusoknak 60. Varjoknak 9. Szóval ez mind rajtad függ, hogy te ezt hogy fogod kitalentolni. Szóval a nekro az nem gyenge, csak megfelelő build, megfelelő ruhakő, és el kell döntened például egy vagy kettőt, amire főleg arra fogsz talentolni, mert vannak buildek, mi például abszolút nem használnak summonerokot, és akkor azoknak tiszta más, ezért is mondom, hogy nincs jó talent, még rossz talent. Ember függő, mert lehet, hogy én nekem ez bejön, nagyokat dimidzselek, stb. De lehet, hogy a másiknál másodjabban fog. Nem fog neki tetszeni, mert a Bladon itt én tudjam, jobban nézett ki, több életét kapott vissza. Például ez most te ugyanaz, mint a csinálok majd a rúgóra is majd egy videót, mert sokan a rúgónál damage-re mennek, én még a rúgónál a ellentétre, hogy kevesebbet damage-elek valamivel, nagyobbat kritelek, de viszont minden egyes kritnél visszahélelem a életemet. Szóval én ottan a hélre megyek, de az majd egy másik videó. Nekem ennyi lett volna a nekróról, ha bármi kérdésetek van, kérdezzetek, megtaláltok bárhol, itt is, suttogóba, Facebookon, hogyha éppen bekövettek live-ba. Ez a én buildem, Diablo 2 óta nekrózok, ott is a csontot a hármosba ugyanúgy, szóval így mind a Shadow, meg a többire így nem is néztem, de ha tudom, hogy én ezt szoktam, meg akkor nem fog, nem azt, hogy nem fog, de én nekem ezt tetszett összesbe, a kettesbe is, a hármasba is, szóval én inkább maradtam enni a bétába is. A bétába például kipróbáltam a Bloodot. A Blood az olyan vámpírosnak, hogy az inkább jobban inkább a tutulélésre jó, hogy visszaszívja a vér, a többi nem sebzik. Mondom, ez is emberfüggő. De ugyanúgy, mint a Warriornál, valaki a damage-re megy, valaki a túlélésre, és látom olyan, ki halhatatlan volt, mert ráment a bleedre, és a vérzést úgy kapta vissza a HP-ját, hogy a piros csíkon még egy piros csíkra fél tudta húzni. Ez is emberfüggő. Na. De viszont a Diablohoz készülnek a többi dolgok, a DLC-k, stb. Szóval nálam ennyi lett volna nekrólóra a build. Ha tetszett, akkor kövess be. Ha nem, akkor legyél itt, és ha bármi, ha kérdésed van, mondom, írjál, stb.
de, de velem találkoztok legközelebb, nem tudom, holnap, de ha vónak, akkor estére, szóval, és pénteken egy hozzá. Az, aki megvetét, az beírja, hogy felkiáltó jel level, kijön egy rank. És ha te hónap végén a rank első szám vagy, akkor kaphatsz a Diablo-ból egy dobat, szint vagy egy akár játékot, azt megegyezünk. Vasárnap reggel megmutatom a hét játékot, rövid újjuk lesznek. Diablo felirata, Lilith lesz, Inarus lesz, többi az fajt. Pénteken live lesz. Ha valakinek ellenes segítség, sztorival, help, úgy mind. Ma máma is Johnnak segítettem a sztorival, átvittem meg a Lilithet, ezáltal ő is már onnan tud kezdeni, ahol én vagyok csak annyi, van második kisebb level, én nagyobb, de viszont már tudjuk csinálni azokat a küldiket, mi igen van. Köszönöm szépen a játékot, Johnnak köszönöm szépen túl mindennek a játékot, és a tippet, hogy csináljok videó, nagyon szépen követést. Látszunk legközelebb, lehetek jót, vigyázzatok magatokra.